Bérkülönbségek hazánkban. Egy évben 72 nappal kevesebb fizetést kapnak a nők, mint a férfiak Magyarországon. Elindult az e-recept, több helyen időben felkészültek az új technológia beüzemelésére, a teljes átállása egy év áll rendelkezésre. Két új megyei érték, a For For Dance táncegyüttes és a Kedves Ház pedagógiai programja is felkerült a Szabolcs-Szatmár-Berej megyei értéktár listájára. November 2-a. Ez az a dátum, amelytől kezdve a nők úgymond ingyen dolgoznak a bérkülönbségek miatt Európában. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ha napokban számoljuk, egy évben 59 nappal kevesebb fizetést kapnak a nők, mint a férfiak. A magyarországi átlag még ettől is rosszabb. Hazánkban ez összesen 72 napot jelent. A kezdő fizetéseknél ez a különbség még nem látszik, átlagosan 5-10 év után jelentkeznek a fizetésbeli eltérések a férfi és női bérek között. Ugyanaz a munkakör, mégis kevesebb a női fizetés, akár 50%-kal. Amíg a kezdő fizetésben nem látszik meg a különbség, 5-10 évvel később már 10-20%-os lehet az eltérés, a nyugdíjba vonulás előtt pedig akár 50%-os is lehet a bérrés. A Magyar Szakszervezeti Szövetség női tagozata másfél éve határozta el, hogy tesznek valamit ez ellen. 2016-ban kampányt indítottak és különböző konferenciákat is szerveznek. Az Európai Uniós átlag szerint akkora a különbség, mintha a nők november 2-től évvégéig, tehát összesen 59 napig nem kapnának fizetést. Magyarországon ez akár 72 nap is lehet. Én tavaly az akkor elérhető statisztikák szerint 72 napra tettem ezt az időpontot. És a legnagyobb probléma az, hogy egyáltalán nincs egy megbízható statisztikánk. Tehát ezt ma Magyarországon nem mutatjuk ki. A statisztikai hivatal nem készíti el ezt a kimutatást, és igazándiból ahány statisztikát megnézünk, az annyiféle. Ez a probléma, de a reális az 59 is, és a 72 is sajnos. A bérkülönbségek több okból adódhatnak. Az egyik ilyen, hogy például a társadalom által kevésbé értékelt szakmákat a nők végzik. Ilyen például a szociális munkás vagy az adminisztratív feladatokat ellátók, tette hozzá Herceg Mária. De az is jellemző, hogy ha egy nő kerül középvezető pozícióba, neki kevesebb fizetést ajánlanak fel, sokszor a nők pedig alábecsülik saját magukat is, így ha döntés előtt állnak, inkább elvállalják az állást kevesebbért is, csak hogy bekerüljenek a vezetői helyre. Az Európai Bizottság még 2014-ben fogadott el egy ajánlást a bérrések megoldására. Ezt minden ország magának szabályozhatná. Azt teszi abban az ajánlásban, hogy minden ország oldja meg, foglalkozzon vele. Ki hol kevesebb, hol több. Tudjuk, hogy a skandinávoknál sokkal kevesebb a bérrés, ahogy megyünk bérre, egyre magasabb a bérrés. Na most Magyarország ezzel nem foglalkozik, mert úgy csinálunk, mintha ez nem lenne. De Európa többi országában számtalan, vagy számos, vagy a saját kultúrájuknak megfelelően. Például van ilyen, hogy kötelező elkülöníteni a bérmegállapodásokkor egy budgetet, mondjuk egy 5-10%-ot ennek a különbségnek a kezelésére, a bérésnek a szűkítésére. Kollektív megállapodásokat kötnek, akciókat szerveznek rá, külön megnézik, hogy melyik ágazat, hogy van lemaradva, és annak speciális megoldásokat keresnek. Tehát Európa országai keresik az utat. Tehát nincs egy egy és üdvözítő, tehát nincs ilyen, hogy ott a reszert és előveszik és megfőzzük, hanem nekünk kellene ezt így kimunkálni. Átlagosan a minimálbér átlépése és 5-10 ledolgozott év után jelentkezik a bérrés. A karrier és a családépítés megkezdésével a munkáltatók jellemzően a férfiakat látják stabilabb munkaerőnek. Ezért is lehet a különbség meglepően magas százalék, tette hozzá Herceg Mária. Mától lehet felírni e-receptet az orvosoknak. A teljes átállása egy év áll rendelkezésre, addig kell regisztrálni és élesíteni az ehhez szükséges eszközöket, mind az orvosi rendelőkben, mind a gyógyszertárakban. Több helyen időben felkészültek az új technológia beüzemelésére, azonban néhol még kisebb fennakadások nehezítik a tökéletes működést. Ez a hölgy még a hagyományos módon kapta meg a receptjét. Erre azonban már csak egy évig van lehetőség, utána ugyanis a házi és gyermekorvosoknak, kórházaknak, gyógyszertáraknak és szakrendelőknek kötelező alkalmazni az úgynevezett elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret. Ez a rendszer hivatalosan november 1-én kezdett el élesben működni, azonban még vannak olyan helyek, mint például Kállósemjén, ahol nem tudták elindítani. Azokban az orvosi rendelőkben, ahol ma már használatba vették ezt a technikát, okozott némi fennakadást. Ami rögtön látszódott a receptkiírásoknál,
hogy volt olyan, mert az új e-recept felírása esetén egy másik, harmadik vonalkódnak kell kerülni a receptre, hogy ennek meg kell jelenni vizuálisan is lehessen látni a recepten. Ami látszódott az, hogy volt olyan recepten, amelyiken ott volt a vonalkód, volt amelyiken nem volt ott a vonalkód. Ez nagy valószínűséggel azért történt, mert a rendszer kiírta, hogy időtúllépés történt, tehát és akkor, ahol időtúllépés történt, ott gyakorlatilag a vonalkód nem került föl a receptekre. Amikor 30 napra írtak ki egy-egy receptet, ott nem volt gond a vonalkóddal, de ahol 28 vagy 50 szemes kiszerelést kellett felírni, ott már hiba jelentkezett, nem működött a rendszer. Egy gyermek beutalásával is probléma volt, akit Nyíregyházára kellett volna beküldeni a kórházba, azonban a doktor úr azt a visszajelzést kapta, hogy még nincsenek meg a technikai feltételek. A gyógyszertárak viszont már felkészültek az e-recept olvasására. Az elmúlt hónapok már a felkészülés jegyében zajlottak, igyekeztünk felkészülni a mai indulásra, amely kisebb-nagyobb problémákkal, de megtörtént. Szerencsére a kezdeti nehézségek egy részét sikerült pár perc alatt rendezni. Sajnálatos módon azért nem tökéletes még. A nagyon nagy leterheltség miatt a központi rendszer nem minden esetben ad megfelelő gyorsaságú választ, de ez a beérkező adatok elemzése alapján szerintem hamar orvosolható lesz, és akkor egy jól működő rendszerré válik a mostani e-recept. Nem csak a gyógyszerészek tartják hosszú távon hatékonynak a rendszert, hanem az orvosok is bíznak abban, hogy jelentősen megkönnyíti majd munkájukat az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér. Hogyha hozzá fogunk tudni jutni a betegeknek az adataihoz, látjuk, hogy milyen egészségügyi ellátásban részesültek, milyen gyógyszert szedték-e pontosan a gyógyszert. Ez nagyon komoly információ, nagyon lehet életmentő is, ha valaki rosszul lesz, eszméletlenné válik, tajszám alapján esetleg az ottani ellátó kollégák, mentősök láthatják, hogy van-e valamilyen betegsége, szed-e valamilyen gyógyszert, gondozás alatt áll-e, és már van egy támpont, amik alapján el tudnak indulni. Sok ismétlődő vizsgálat is elkerülhető lesz, így egy év múlva már egy sokkal hatékonyabb rendszerben tudunk orvoshoz fordulni. Két új érték felvételével 94 tételre bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár listája. A bizottság ezúttal olyan értékeket választott, amelyek nem a múltra tekintenek vissza, hanem a jelenben működnek és fontosak. Az egyik a Four for Dance együttes, míg a másik a Kedves Ház pedagógiai programja. Ismét ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság, közölte Baracsi Endre alelnök. Legutóbb két új értékkel gazdagodott a lista, amely így már 94-re bővült. Ez a két érték pedig két, nyugodtan mondhatom, hogy különleges érték, hiszen hogyha az értéktárról hallunk, akkor, illetve az értéktári munkáról, akár országszerte, és akkor mindig egy kicsit azt gondoljuk, hogy ezek a hagyományainkra, a múltunkból eredező értékekre vonatkoznak leginkább, de pontosan ezt szerettük volna, és ezért is örültünk ezeknek a javaslatoknak, hogy a jelenhez kapcsolódó értéket is meg tudjuk jeleníteni, és a most felvett két érték egyrészt a Four for Dance táncegyüttesnek a munkássága, akik már országhatárolják. Áron túlra is vitték Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hírét, és ezzel nagyon sokat segítettek a közös cél megvalósításában, hogy azért valóban meg tudjuk mutatni azt, hogy mibe vagyunk mi nagyon jók, illetve a másik, az pedig a Kedves Ház, illetve a Kedves Házhoz kapcsolódó pedagógiai program. A közel 100 értéket számláló lista 7 csoportban gyűjti a helyi értékeket, országos viszonylatban a megyében jött létre először a bizottság. A most felkerült Kedves Ház már több mint 20 éve foglalkozik a Nyírtelek és környékén élő hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával. Bentlakásos jelleggel általános iskolaként működik, közölte a kollégiumot fenntartó alapítvány elnöke, jelenleg 23-an tanulnak itt. Kevésbé a tehetséggondozásra, mint inkább az alap oktatási rendszerre való elérés segíti ez a program, hiszen nagyon sok gyermeknek maga az alap ellátása, az alap iskolázottság elérése és a háttér biztosítása is nagy nehézségekbe ütközik, ezért ezt minden szélesebb körben próbáljuk biztosítani a számukra, mentálhigiénés törődéssel, a kollégiumi ellátás mellett olyan egyéb szolgáltatásokkal, amely az egészségükre, a mentális állapotukra, illetve a további felkészítésükre vonatkozik.
A kedves ház legnagyobb értéke, hogy akár a reménytelenségből is képes kivezetni a gyermekeket, közölte a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón. A 20 éves kedves ház pedagógiai program azt mutatja, hogy az oktatás nagyon fontos a gyermekeink életében, a felemelkedéshez, a társadalmi felemelkedéshez fontos, és a társadalom számára is fontos, hiszen hogyha minél szakképzettebb munkaerő jelenik meg, vagy minél több diplomás jelenik meg, minél több hozzáadott értéket tudnak előállítani, az nem csak az egyénnek jó, hogy ő sikeres az életében, hanem jó egy településnek, jó egy megyének, jó egy országnak is. A kedves ház egy elismerő levelet is kapott Orbán Viktortól. Ebből idézte Vinnai Győző, hogy a kezdeményezés az egész nemzet fejlesztését szolgálja. A képviselő hozzátette, a pedagógiai programot a Hungarikon Bizottságnál is jelzik majd felterjesztésre. 3 éves megbízatásának lejárta után újabb 5 évre nevezte ki Kvanc Józsefet, a Nyíregyházi Egyetem kancellárját a magyar kormányfő Orbán Viktor, derül ki a Magyar Közlöny október 31-i számából. A miniszterelnök az emberi erőforrások minisztere előterjesztésére a Nyíregyházi Egyetemen Kvanc Józsefet 2017. november 16-ától 2022. november 15-ig bízza meg a kancellári teendők ellátásával. Lakossági fórumon kellene megbeszélni a huszártelepi fejlesztéseket, véli Csabai Lászlóné, az MSZP Nyíregyháza városi elnökségének tagja. A párt sajtótájékoztatóján elhangzott, felzárkóztatásra összesen 1,7 milliárd forintos Európai Uniós forrás áll rendelkezésre, ebből az összegből pedig intézmények korszerűsítése helyett a lakások felújítása, valamint egy napelemrendszer kiépítése lenne a célszerű. Csabai Lászlóné ezt azért is hangsúlyozta, mert a napokban beszélt a huszártelepen élőkkel. Rossz állapotban vannak a házok. Ez a mi időnkben is ilyen volt. Tehát én nem akarom másra testálni ezt a felelősséget, csak abban az időben nem állt ekkora óriási összeg rendelkezésre. Most az Európai Uniós forrásból ez egy nagyon komoly összeg, ezért jó lenne, hogyha nem új intézményeket, új alkalmazottakat állítanánk be, hanem valóban arra törekednénk, hogy az ott élőkkel közösen, az ott élők részére a legjobb megoldások szülessenek. Baleset történt kedd délután Nyíregyházán a 36-os számú főúton. Egy személygépkocsi sofőrje a Rozsnyó utcáról szeretett volna a Tiszavasvári útra fordulni, azonban nem biztosított elsőbséget a védett úton szabályosan közlekedő járműnek, amely már nem tudta elkerülni az ütközést. A balesetben személysérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. Csukás István népszerű bábjátéka elevenedik meg a Móri Zsigmond Színházban. A darabról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Második alkalommal rendezik meg Nyíregyházán az Ötvös Kupa nemzetközi fiú utánpótlás tornát. A megmérettetésen összesen 8 csapat vesz részt, köztük 3 külföldi együttes. Az országos bajnokságban már elindult a szezon az Aqua SE gyermek és serdülő csapatai számára, hamarosan azonban 4 korosztályban, a vidékbajnokságban is megkezdődik a pontvadászat a nyíregyházi vízilabdásoknak. Csukás István népszerű bábjátéka elevenedik meg a Móri Zsigmond Színházban. A Mirmur kalandjai a művésztúdió színpadán kelnek életre, és repítik el a gyerekeket a kalandok és a fantázia világába. És minek pattogsz itt? Tök mag! Tök mag! Kukorica! Mindjárt veletek, csak előbb jól kiásítom magam. Mirmur, szürkebundás, bóbice. Csak néhány név Csukás István népszerű mesekönyvéből. De annyian jó barátok, akik különleges kalandokat élnek át, bizonyítva ezzel, hogy a jókedvnek és a fantáziának semmi sem szab határt. A barátságról, a megértésről, a toleranciáról szól végül is. Gyerekeknél is nagyon fontos. Én azt hiszem, hogy már ilyen kiskorban megtanulják. Azért egy kutyamacska barátság az egészen más, mint csak a macska macskával, a kutya kutyával, és aztán üldözik egymást. Itt nem, itt megtalálják egymást, mert az élet csak egy mindenki számára, és ez legyen jó és szép.
A derű és a jókedv mellett azért nem szabad megfeledkezni a mese mondani valójáról sem. A Mirmur című darab fontos üzenetet hordoz az idősebb és a fiatal generációnak egyaránt. Puskás Tivadar rendező szerint szinte ugyanolyan nehéz egy gyermek előadás rendezése, mint egy felnőtté. Ugyanolyan nehézségű, mint egy felnőtt darabot rendezni. Nyilván itt vannak azért szabályok, tehát hogy itt azért tudni kell, hogy a gyerek azért beleszól például az előadásba. Tudni kell, hogy beleszólhat-e, mikor szólhat bele, szurkolhat-e, vagy egyáltalán véleményezheti az előadást, vagy csak nézi. Ezeket ki kell sakkozni. Hogy nekem szerencsém, hogy 10 évig gyerekszínházban játszottam, úgyhogy volt hozzá tapasztalatom. Mirmur kalandjaiba többek között láthatjuk László Lilit, Rák Zoltánt, Kosik Anitát és Illyés Ákost. László Lili szerint bátorság kell egy gyerek előadás szerepét eljátszani, de úgy érzi, sikerült azonosulni a szerepével. A holnapi premiér lesz az első előadás a Nyíregyházán, nagyon izgatottan és lelkesen várja a bemutatót. Én vagyok Téglagyári Megálló, a kiskutya, aki szeretne csatlakozni a kóbormacskákhoz, és keresi az identitását, nem biztos benne, hogy ő kutya, és szeretne csatlakozni ez a kedves kis csapathoz. Mirmur kalandjai november 3-ától látható a Művés Stúdió színpadán. Második alkalommal rendezik meg Nyíregyházán az Ötvös Kupa nemzetközi fiú utánpótlás tornát. A megmérettetésen összesen 8 csapat vesz részt, köztük 3 külföldi együttes. Már egy évtizedes múltra tekint vissza az Ötvös Kupa, azonban csak tavaly nőtte ki magát nemzetközi kosárlabda tornává, amikor a magyar csapatok mellett 2 határon túli együttes is csatlakozott a mezőnyhöz. Ezzel egy hiányt pótoltak a szervezők, hiszen előtte nem rendeztek még Nyíregyházán nemzetközi kosárlabda kupát. Az elmúlt évben volt először nemzetközi, akkor 2 külföldi csapat vett részt, a Kassa és az Újvidék, valamint az országból különböző kosárlabda akadémiák utánpótlás csapatai. Tavaly még 12 éves korban rendeztük, idén az U14-es korosztályt céloztuk meg, és valószínűleg ez marad majd hosszú távon is. Ebbe a korosztályba fogjuk valószínűleg jövőre is megrendezni ezt a tornát. Idén 5 magyarországi utánpótlás csapat vesz részt a kupán. Az NKK Ötvös csapata egyedüli, nem akadémiai csapatként indul a megmérettetésen. A másik 4 együttes, a Debreceni Sportcentrum, az Óbudai Kaszások, a Budapesti Honvéd és a Szolnoki Sportcentrum mind akadémiai csapatok. A mezőny tavalyhoz képest annyival erősödött, hogy már nem 2, hanem 3 határon túli klub képviselteti magát. Az újvidéki és kassai együttesen kívül ezúttal nagyváradi kosarasok is játszanak majd a tornán. Az Ötvös Kupa nem csak rangos kosártorna, hanem a város népszerűsítését is szolgálja. Sok szülő érdeklődően ilyenkor nem csak Nyíregyházáról, hanem Debrecenből, Szolnokról, Budapestről is megnézik a városunkat, szurkolnak a gyerekeknek, itt vannak egész hétvégén. Nem csak a kosárlabdának, hanem a városnak is egy jó kis promóció, az egy jó kis program, amikor ezek a szülők, akik elkísérik a gyerekeket, megismertik Nyíregyházát, illetve Sóstófürdőt. De ebbe igyekszünk mi is úgymond élen járni, hiszen a gyerekeket szombaton visszük az állatparkba, fürdőbe, tehát amit választanak arra olyan programra. Az Ötvös Kupát péntektől 3 napon keresztül rendezik meg Nyíregyházán. A legjobb csapatok vasárnap mérkőzhetnek meg a döntőben. Az országos bajnokságban már elindult a szezon az Aquaese gyermek és serdülő csapatai számára. Hamarosan azonban 4 korosztályban, a vidék bajnokságban is megkezdődik a pontvadászat a nyíregyházi vízilabdásoknak. Az utánpótlás országos bajnokságban 2 korosztályos csapattal is szerepel a megyeszékhely utánpótlás nevelő vízilabda egyesülete. Az Aquaese gyermek és serdülő csapata egyaránt dobogós reményekkel vágott neki a szezonnak. A nyitány egyelőre felemásra sikeredett. Az országos bajnokságban megtörtént az első fordulónk, illetve már a második is megtörtént idegenben. A hazai meccsünket a serdülők sikeresen megnyerték. A gyerekcsapat egy pár góllal kikapott, Nagykanizsán is történt, volt egy mérkőzés, ott is szépen szerepeltek a fiúk. Ott sajnos ott a gyerekcsapat nyert, nem sajnos, hanem örömteli volt az a mérkőzés, és a serdülők viszont kikaptak egy pár góllal. Újabb fronton is harcba indul a nyíregyházi Aquaese. Az egyesület az országos bajnokság mellett idén 4 korosztályban indít csapatokat a vidéki bajnokság küzdelmeiben. Elsőként a gyerek 5. korcsoport kezdte még a szereplését november 4-én Miskolcon. Olyan csapatok ellen fogunk játszani, mint a Miskolc, Zeger, Debrecen, Szolnok. Tehát elég komoly bajnokság, ugye ezt mondtam, hogy a gyermekbajnokság, itt vagyis a vidékbajnoksága az országos bajnokságnak a előszobája, úgymond. Hát itt most megmérettetünk, tehát megnézzük, hogy a mi hasonló korosztálybeli csapatunk milyen
tudást képvisel a OB1-es és nagy múlttal rendelkező városok csapataihoz képest. A vidékbajnokság küzdelmeiben szerepel még az Aqua SS Erdő, Gyerek 2 és a Gyerek 4 csapata is. Ez utóbbi bajnokság érdekessége, hogy a korcsoportban az ellenfelek között lánycsapatok is vannak. A nyíregyházaiaknál tervben volt egy saját, külön lánycsapat indítása is, azonban úgy alakult, hogy egyelőre a fiúkkal szerepelnek egy csapatban a lányok is. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. November 2-a, ez az a dátum, amelytől kezdve a nők úgymond ingyen dolgoznak a bérkülönbségek miatt Európában. Ha napokban számoljuk, egy évben 59 nappal kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak. A magyarországi átlag még ettől is rosszabb, hazánkban ez összesen 72 napot jelent. A kezdőfizetéseknél ez a különbség még nem látszik, átlagosan 5-10 év után jelentkeznek a fizetésbeli eltérések a férfi és női bérek között. Mától lehet felírniuk az e-receptet az orvosoknak. A teljes átállásra egy év áll rendelkezésre, addig kell regisztrálni és élesíteni az ehhez szükséges eszközöket, mind az orvosi rendelőkben, mind a gyógyszertárakban. Több helyen időben felkészültek az új technológia beüzemelésére, azonban néhol még kisebb fennakadások nehezítik a tökéletes működést. Két új érték felvételével 94 tételre bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárlistája. A bizottság ezúttal olyan értékeket választott, amelyek nem a múltra tekintenek vissza, hanem a jelenben működnek és fontosak. Az egyik a For For Dance tánc együttes, míg a másik a Kedves Ház pedagógiai programja. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 2-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Egy hidegfront mögött pénteken szárazabb és hidegebb levegő áramlik térségünkbe. Az előttünk álló éjszaka fátyol felhős, majd délutántól erősen felhős lesz az ég. Gyenge eső, zápor az esti, éjszakai órákban előfordulhat. A délnyugati, majd estétől az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd gomoly felhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű. A változó irányú szél helyenként megélénkül. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. A hétvégén jelentős változásra nem kell számítani, több-kevesebb napsütés várható, számottevő csapadék nélkül. A hajnali, reggeli órákban többfelé párásság, folytokban köd előfordulhat. A jövő hét első felében a Dunántúlon több lesz a felhő, helyenként kisebb esővel, záporral, még az ország keleti felén napos idő lesz a jellemző. Folytatódik tehát a nyugodt őszi idő, a hónapnak megfelelő hőmérsékletekkel, helyenként hajnali fagyokkal.